Légiriadóra ébredt péntek reggel Ukrajna. Körülbelül 60 rakétát lőtt ki az orosz hadsereg ukrán területekre. A szirénák először Ukrajna keleti részén szólaltak meg reggel 8-kor, de 10 perccel később már Kijevben is óvóhelyekre kellett vonulniuk az embereknek. Ahogy az elmúlt hetekben mindig, ezúttal is brutálisan támadja a Donbasszt Oroszország. A megszállók mindent bevetnek az offenzívában. Mivel nem tudják legyőzni a hadseregünket, porig rombolnak minden épületet, amit találnak. Azért, hogy falak sem maradjanak a védekezéshez, mondta Volodymyr Zelenszkij. Ukrajna nagyszabású újévi orosz offenzívára készül. A következő pár hónap döntő lesz az ország számára, mivel az orosz támadások változatlanul folytatódnak. A csapások szinte egész Ukrajnában, így Kijevben is áramkimaradásokat okoznak. Különösen nehéz helyzetben van Herszon, amelyet nemrég ért csapás, melynek következtében egyáltalán nincs elektromosság a városban.